Gyömörej István vagyok, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának utánpótlás szakág vezetője. Hozzám tartozott ennek a rendezvénynek a megszervezése. A program egy fesztiválra épült, egy úgynevezett fesztiválra, ami az 1-4 osztályos általános iskolás tanulóknak a megmozgatására jött létre, azzal a céllal, hogy minél több gyerek megszeresse a sportolást magát. Az, hogy most a Kézilabda Szövetség keretében vagyunk itt, az nyilván egy a sportoló nemzetek együtt lévő program, ami az olimpiai selejtezőre íródott. Azonban azt tudni kell, hogy ez a fesztivál program, amit itt láthattak a nézők, az már egy elindított, bevezetett programnak a része. Évek óta dolgozunk házon belül egy úgynevezett sulikézi fesztiválon, aminek ez, amit itt láthattak a nézők, ez adja az alapját. Ezt annyival toldottuk meg, hogy itt egy mérést is beletettünk, ami a gyerekeknek egy élmény, nekünk biztos hasznos adatokat tud szolgáltatni ahhoz, hogy tulajdonképpen honnan, hova kell majd a későbbiekben eljutni. Ebben a fesztivál részben van úgynevezett kisjáték, ami képességfejlesztő játékokat tartalmaz, illetve szivacskézilabda mérkőzések. Tehát a fesztiválnak az a célja, egyik célja, hogy a gyerekek kompetenciáját növeljük, ami a sportágba kerüléshez szükséges. Éppen ezért képességfejlesztő játékokat játszhatunk a gyerkőcökkel, illetve célunk az, hogy az esélyegyenlőséget megteremtsük. Tehát ne csak az a gyerek jusson dominánsan szerephez, aki most pillanatnyilag jobb képességű, hanem azok is, akik a későbbiek utolérhetik őket, és azok is jussanak ugyanolyan szerephez, sikerélményhez. A sikerélmény nagyon fontos.